Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Kítor vagyok, üdv a csatornán. Na, elkezdjük egy kicsit kraftolgatni megint, itt a ház körüli munkákat elvégezzük. Figyeljetek, az a baj, hogy ebből csak egy van, mivel hogyha ebből lenne több, meg lenne ilyen drótom, akkor azt néztem, hogy tudnák elektromos csapdát készíteni. Hol van a drót? Hol drót? A drót. Akkor tudnék ilyen elektromos, ilyen húzócsapdát készíteni, amivel, hogyha belemennek a zombik, akkor megbassza őket az áram, érted? Az nagyon fasza lenne. Meg még, most már azért tudok olyat csinálni. Viszont, hogy... Na nézzük, craft, és akkor elvileg cloth, meg ez. És akkor lesz ilyenem. Csak az a baj, hogy ez azt hiszem kevés ahhoz, hogy... ebből tudnék csinálni, meg ilyen deszkából, abból a nagyból, ilyen ültetvényszerű hülyeséget. Nem tudom, tudjátok, hogy nincsen ilyen emelragba, tényleg meg kell nézni. Á, nem, ilyen ragasztószalagom van, ezt gyűjtögetem azzal. Nézzük meg, mink van. Távcső. Ja, itt van ez a jó fegyó, mi? Meg itt egy ilyen lemez. Water. Nem tudom, miért tartok ki ezt, ez mi? Hol valami érdekes. Ez. Ja, akkor annak. Ó, hát ilyen hülyeségeket tartok. Na jó, akkor ez nem faszom, mert még kellene ilyen. Ugye ez ilyen trágya, amit most itt létrehoztam. És ilyen kellene nekem még ahhoz, hogy tudjak ilyen ültetvényszerű dolgot csinálni, amiben tudok ültetni, és akkor nem magába a földre kell leszórnom a dolgaimat, értitek? Remélem értitek, hogy mire gondolok. Ezeket a szegeket meg ezeket így összerendezem gyorsan, és akkor elhúzunk. És akkor szerzünk még ilyen... ez nem kellene ide, nem. Jó, ez marad egyelőre. Mi az, ami nem kell? Azt nézegetem ám gyorsan. Ó, két csákány, meg ilyen fasságok. Csákányt kirakjuk az egyiket. Ja, ott meg van valami. Ó, gyerekek, bajom. Aha, ide tudok pakolni, jó. Csákányokat kirakom, ha nem, ezt kirakom. Fűrész marad itt. És akkor ez a csákány, másik csákányt meg itt hagyjuk. Oké. Okay. És akkor így ez jó, nagyjából jó. Nagyon jó. Kellene izé nekem. Na ilyen vas, ilyenre van szükségem, meg még több kötélre. Az lesz szerintem, hogy gyorsan elugrunk még a katonai bázishoz, Verdával. Itt van a közelbe, meg esetleg a következő faluhoz, most már azért vágom, hogy merre vannak a dolgok. Ja, itt elférünk, jó. Kell, ez a kettő dolog nagyon fontos. Kötelet nem tudom, mert lehet, hogy késsel lehetne csinálni ízéből ruhában, nem? Úgyhogy ezt meg kellene néznem még, majd. Csak nincs késem például, azt úgyis, ugye mindig ott hagytam, azt hittem, hogy csak fegyvernek használható. Mindig azt hittem ezekről a dolgokról, hogy csak fegyók, aztán a nagy faszt, hanem izére is lehet használni. És már egyébként megnéztem, utána néztem ennek a térkép dolognak, és tudom mégis, hogy merre, mi merre van, szóval most már nem lesz az eltévedéses dolog. Ja, kiszállás. Itt volt egy katona. Kicsit mozgalmasabb lesz talán a gameplay abban annyiban, hogy gyorsabban tudok haladni, mivel ugye már nagyon jó skillesek vagyunk, nézzük meg, hogy nem el tudunk rakni rá. Dehogy nem, a Warriorra tudok még egyet rakni, és akkor már maxos. Ez mit ad? Ó, ez is jó. Nézzétek, akkor gyorsabban ide... Hoppa! Ha nem fejre megy, akkor azért baj van. Jó van. Na, menjünk erre körbe. Körülnézünk. Én mindig nem vagyok kiegyezve a fegyverekkel, nem tudom, láttátok az előző gameplayt. Adrenalin. Ez egy nagy hülyeség ez az adrenalin, mivel csak staminát ad. Ezt meg kurvára leszorom. Az mi ott? De jó, beraktátok az ágy alá a gyerekek. Mivel Google? Még egyetem nem googoltam ebben a játékban. Aha. És meg hova tűnt, bazd meg? Mi a tököm ez? Ez izé, ez Phantom Pitó komolyan. Ez valami olyasmi volt, nem? És ez mi ott? Komoly. Na nézzük meg, ezt tényleg Phantom Pitó volt. Equip. És akkor V. Nem B. Mivel lehet megnézni? Mivel lehet megnézni ezt az izét? Erre? Meg fel akarok állni, nem akarok Google-val lenni. Jó van, végre.
Mivel lehet menni? Aha, itt van. Igen, ez egy hangtompító. Na, hát erről van szó, gyerekek, ez kell nekem. Hangtompító vagy így? A pisztoly ez annyira szar, hogy ez hihetetlen. Jó, mondjuk megy a boltot én. Nem hiszem el, hogy egy boltával nagyobb sebzést okolok, mint egy pisztolya. Hát mondjuk, fejbe veszek valakit egy boltával, akkor azért fáj neki, mi? Oh, armor. Armor! Fucking armor, ez biztos védmény. De ez csak lőszer ellen? Egy katonai comó. Vegyük fel már ezt a tiszti ruhát. Csinosabb legyünk, mint a lótetű. Oda nézzetek! Nagyon mencső a csávó. Így most már élmény lesz eltörni a lábom. Nem töröm el. Jó, na, feszüljünk rá a dolgokra. Ugye kötél kell. Vagy kés. Egyébként mentem volna inkább a városba, mi? Az előbb következő városba. Így faszább lett volna. Egyébként nagyon nagy célom a játékban most már, hogy nehogy véletlenül meghalljak, hogy úgy élvezem, hogy kimaxolok minden skillemet majd. Jó, hogy tudod, megint izé ruha. Csinos ruha. Ezt is neki mentem a gyereknek. Haver! Gyere! Senki? Onnan észrevesz basszus, ezek a katonák, ezek jobban látnak szerintem. Onnan! Anyád! Meg a kuszó bajnak is. Gyere! Jó, most valahogy ráéreztem ezekre a kuszó dolgokra is, hogy kell eltalálni, vagy csak úgy érzem. Hello! Gyors felugrok ide, jó? Megnézzük, hogy mi a fasz van. Már mi a fasz lehetne itt, ez mi? Ilyen sapka nem kell. Ez mi? Ez nem ilyen? Nem ilyen izé? Várjatok? Hát itt is, akkor mi volt az? Tén? Ja, ez ilyen izé. Nem látszik a lövés. Most meg miért dobtad el a baszod? És ez komolyan... Ledobja a földre, basszus, hogy levesz valamit a fegyverről. Erre vigyázzatok, elveszítettek mindent. Jaj, de félek. Na, gyors körbe megyünk, úgy látom kötél itt aztán, mint nem volt. Átugrunk a kövi városba, itt van egy köpésre, jó? És akkor meglessük. És akkor tudunk csinálni farmot, ilyen önállátóak tudunk lenni. Meg ilyen vizé is kellene, ilyen vaslop. Most darab. Haló? Ez mi? Talán? A katonai bázis ez nagyon-nagyon laza. Ezt egy kicsit olyan keményebbre csináltam volna, hogy legyen valami kihívás. Nagyon menőzök itt mi, hogy nincs kihívás. Például. Vitaminok, ezek meg megint kurvára kellenének. Ja, jó van, kolt megy a levesbe. Felnézzek ide? Ezek a tornyok, ezek valahogy mindig taszítanak, hogy én oda felmenjük. Ilyet nem lehet craftolni? Ilyen három darab kornából, meg egy... Ott a lámpa, gyerekek. Viszont a picsába elmehetek ezt, meg megeszem. Egy én a... Kurva jó. Egyébként a Minecrafthoz kellene egy ilyen mód, hogy ilyen modern cuccokat lehessen benne craftolni, meg építkezni. Tök fasza lehetne, nem? Oké, hogy van ilyen modern textúra pak, meg ilyenek, de az mégse ugyanaz, mert... Mégse tudsz mindent megépíteni. Ez tök jó, különben, hogy ötvözi azt a dolgot, hogy lehet craftolni, meg ilyen survivor kötni, viszont nem ilyen egy blokknyi dolgok vannak csak. Ez tök gáz volt nekem. Valahogy nem tetszett, mondom őszintén, hogy ilyen nem tudtál kisebb blokkot lerakni. Ugye itt azért van alapjuk a tárgyaknak. Na.
Jó, oké, ott is van fél blokk, meg szőnyeg, tudom, nem kell lefikázni. És nem a Minecraftot, ha annyira nem is. Egyébként nagyon-nagyon filózok egy ugyanilyen gameplay sorozaton a Seven Days to Die nevű játékról. Az is egy ugyanilyen, ilyen hasonló, csak ott lehet ott még Minecraftosabb, mármint olyan szempontból, hogy be lehet ásni magad földbe, meg van róla egyébként egy ilyen nagyon rövid gameplay sorozatom, egy ilyen bemutató jellegű gameplay sorozat. Annyira nem foglalkoztam vele, de nagyon-nagyon-nagyon érdekes az a játék is. Ott is teljesen le tudsz bármit craftolni, nagyon gondolkozok rajta, hogy meg kellene csinálnom. Látjátok, el is tévedtem. Mondjuk itt lehet, hogy van kötél, ha? Ah, fasz. A ütés az autót, meg minden. Ja, Night Vision. Satú fék. Ezek eljönnek akármilyen messzire után? Hát hadd jöjjön, nem? Na tudom ám, hogy itt volt egy város, itt van a város a banános táblával. Tudom ám. Nyugi, itt ezen a táblán banán lesz mindenképp. Ez olyan biztos, hogy én itt állok. Haver, itt vagyok, hozd meg, nem látod? Na végre. Na. Mi a történet? Ez a kocsiban, mert nem húztam be a kéziféket, akkor elgurul a halálfasztára? Jól gondolom? Erre felejtsen megtankolni, basszus, úgy járok még előtt. Na kötél téma nézés van. Baseballzítő. Samurai card. Hol lehet? Nézzük, specifikusan nézzük. Ilyen szerelőműhely, meg ilyen helyen nem kötél, nem? Meg ilyen vas. De azért bejövök a pizzériába. Ott a kés. Jó. Kést meg kell próbálnom, hogy ez nem tudok ezzel júzolni dolgot. Például arra vagyok kurva kíváncsi. Ha így beraknék mondjuk klotot. Meg ezt a kést. Ez nem is kés. Mi ez? Ez ilyen pad. Ez nem ugyanaz. Ez valami bard. Az igen. Ezt a hangot. Ezt tuti, hogy a izébe vették át. Half-Life-ból. Aki ismeri Half-Life-ot. Pont ugyanez a hangja van a izének. Mi a tököm az? Na, segítsetek. Feszítővasnak. Annak, persze annak. Jó, hát ez szerintem nem ugyanaz. Jó, azt visszük. Ezek a kocsik. Jó, az ilyen magok, már tudom egyébként mindent itt. Gyertek, parasztok, ne szólt ez. Ez egy ház. Ruhákat elvigyük, az jó lenne, mi? Áj, de nem ez kell nekem, hanem kötéle. Baj. Ez mi? Na, ott egy ruha. No space, no space! No space, na, ja, Seven Days to Die. Nézzétek rá, hogy mi az, van egy videó. Jó. Na, miért ne csinálnék belőle? De nem, mert izé kell belőle csinálnom más is majd. Nézzétek rá arra Seven Days to Die-ra, hogyha gondoljátok, akkor abból lehetne egy ugyanilyen gépülés oldat, abból még több lehetőség lenne, mert ott tényleg be tudom fúrni magam a föld alá, lehet bányászkodni, lehet ott megint rengeteg fegyver van, meg ilyen nagyon-nagyon, az is ilyen marha összetett, azzal is szerintem tök jól el lehetne menni, és az, abból is egy marha jó gépülés sorozatot meg lehetne alkotni. Az is tényleg nagyon jó a játék. Egy kicsit realisztikusabb, de azért mégse annyira, hogy ilyen izé lenne. Ezt én mit csinálok? Bedobom ezt az odrain, nem lesz rá gond, úgy. Nem ragudjatok, de hát ez mi a tökömnek, ez stamina. Hát megállok egy percre a stamina. Valaki azt használja. Itt aztán van ruha bőven, gyerekek. Mosod el meg ruha volt, meg a faszom.
Na jó, hát itt ott is ruha, ruha, ruha. Madzag ki legyen, madzag. Na jó, hát itt kurvára nem lesz madzag, mi? Na mindegy, visszamegyünk, aztán akkor annyit csinálok, hogy kilépek, belépek, respawnolnak a dolgok, és akkor valószínűleg... Ha? Következő... Hello, haver, figyelj! Gyere, gyere, gyere! Következő gameplayben akkor van biztos, hogy meg lenne a... Mi az? Madzag? Úgy. Körülbelül teljesen ugyanilyen ez a Seven Days to Die. Azt azon gondolkoztam, hogy ilyen nagyon ilyen beütésű ez a játék. Itt is ugye épületet lehet craftolni, meg minden hülyeséget. Azt mondjuk felvettem volna, ott mi volt, és akkor meg is hihatnám egybe. Á, hogy nem fél el gyerekek, hát már mi van? Megint izé ruhám van nálam, fölösleges, mi? Jó, ezt meg tudjátok mit? Úgy, meg ezt a puskát is. Úgy. Ez mindjárt van, vagy nincs probléma. 25 darab klotom van komolyan. Azért gyűjtök rendesen, mi? Jó. Hát úgy látom, hogy itt nem sok kovért elment nekem, hanem madzag ügybe. Itt van az izé? Itt a hajó. A hajó se volt, úgyhogy tök mindegy. Figyeljetek, itt meg be van barikározva. Aztán be van barikározva, azt akkor ablakok vannak, hogy izé átrepül rajta Boeing. Mi ez? Olyat pak. Támadol? Köcsök. Hé, itt a kórház! Itt is van kórház, ebben az időbe kecóba gyerekek. Hát ezt nem tudtam, ezelőtt meg elmentem a faszára. Hol lehet bemenni a hátsó helyiségbe? Na, 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 na. Ó, hát ezek nagyon jó cuccok. Az mi ott? Vér! Vér zsák vagy mi volt ez? Ó, ez is jó. Na jó, mindegy, menjünk vissza, úgy látom nincs izé. Nincs madzag, amivel felköthetném magam. Ebben vagy általában nincs izé. Van egy százalék, gyors. Menj, 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 menj. Most például megy. Nem megy. Az itt beszorult ide. Ja, lehet, hogy ez épp vágottam be ide még valamikor. Na jó, húzzunk a borános táblát, így elmegyünk. Ezt visszamegyünk, aztán eszeteljük a dolgokat, aztán gyorsan elmegyek csak majd a madzagig, ugye madzag az általában izé, vagy a postán van madzag, vagy pedig a... Hol a verdán? Eltévedtem, baze. Ja, vagy a postán van madzag, vagy pedig az autószerelő műhelye szemben azon a placon. Ezen a kettő helyen onnan tudnék szerezni, ugye. És akkor, hogyha az megvan, akkor meg tudom csinálni, amit akarok. A farmomat. Igen. Mármint úgy, tudom, hogy le lehet rakni a zöldre is ugye ilyen növényeket, de lehet máshogy is el. Meg tudjátok, mire mit terveztem még? Kilátót. Arra gondoltam kilátót csinálni. Meg egyébként a gameplay sorozatra szeretnék egy olyan részt is, hogy be kellene mennem valami multiplayer szerverre. És akkor ott tökölködni egyet, megnézni, hogy mennyire trollok az emberek. Hát, hogyha annyira nem, akkor tudnék valamit okozni, művelni. Na itt ugye itt balra van ott a sátortábor. Sátortábor. És itt akkor itt lesz katonai bázis. Nincs még nappal? Az nagyon nincs. Ilyen sötét. Na, hogy egyébként tudom, jobban be lámpa. De így is. Nagyon sok hol van, nem? Mi fasz ez a sötét? Ennyire sötét volt, de így. Ja, akkor hazaérünk. És akkor megcsináljuk azt a izét. Azt a reszetelést, hogy újra spawnoljanak a tárgyak. Erre nekem nagyon kell az a kötél. Jó. Bejárunk a garázsba? Ha vagy nem? Hát itt szélek, hogyha egyszer van garázs. Garázsa. Fordulj. Olyan nagy ipa fordul ez olyan, de... Ó, jó. Ez az, ez az.
Azért nagyon nagyobb a szöveltem én. Megugarás. De jó, nem vagyok annyira elszállva magamtól. Oké, köszi szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszik a videó, akkor folytatás következik rövidesen. Sziasztok!